Még az idén elkészül az új közepes méretű medence Bácskos útfalván. A földmunkák befejezése és az alapozás is megtörtént. Jelenleg a dokumentációk hitelesítése folyik. A tervek szerint egy 16x25 méteres úszómedencét kap a falu. A rekreációs központban lévő tartalmak is bővülnek. Az elképzeléseink szerint egy wellness medence az, amely a következő évre már elő van látva, és aztán egyéb olyan tartalmakkal fog még kiegészülni, amiről egyrészt úgy gondoljuk, hogy igény van, másrészt pedig a turizmus, a falusi turizmus vonatkozásában fejleszteni érdemes. Aszfaltoznak is a faluban. Két utca kap szilárd útburkolatot, kettőre új réteget húznak, emellett kátyúznak is. Aszfaltozásra több mint 10 millió dinárt költenek idén Bácskos útfalván. A munkálatokat községi fejlesztési eszközökből fedezik. Tartományi pályázaton 3,6 millió dinárt nyertek a szennyvízhálózat bővítésére. Ennek a munkálata is a közeljövőben elkezdődnek majd. A közeljövőben a szennyvíz hálózat a Szent István utcában el fog készülni. Viszont nekünk már az anyag szükségletünk megvan, és az idei évben az Ongai völgyen is meg fogjuk oldani a szennyvíz hálózatnak a bővítését. Ezen kívül plusz további két utcának, a József Attila utcának és a Petőfi Sándor utcának a tervdokumentációját adtuk át pályázatra, várjuk a pozitív elbírálást. Emellett a temetőben, az emlékházban és a művelődési házban is folynak renoválások Bácskos útfalván.